Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A 3P háromszögében, tehát Pest, Prága és Pozsony tengelyében közlekedik pályája kezdetétől, három kultúra átjárásával, érzéki tisztasággal, titkokkal teli tekintettel és gesztusokkal Kerekes Vica színművésznő. Egy-két megfejtő kódot talán sikerül kitennünk ennek az órának a végére, de végre Isten hozott Budapesten, pesti színpadon is, Kerekes Vica. Szép jó délelőttet, szervusz, Vica. Szia, hát köszönöm szépen. Sok év kimaradt, ugye? Legalábbis a kinti színpadokon is volt 14 év, amiről én tudok, ami cseh és szlovák színpadon is egy szünet volt. A filmezés, az a 70 film, az olyan nagy svunggal elvitt, és a színpad az hosszú évekre kimaradt. Igen, de tudatos is volt. Tehát, hogy abszolút a kezdetben nagyon... Nagyon, tehát ezt én választottam ezt az utat, hogy Szolnok után szeretnék most a film felé irányulni, és ugye ez a háromlakiság, ez nagyon nem is tette lehetővé egyrészt, hogy én most így valahol megvessem a lábam hosszabb időre. És volt bennem egy ilyen kíváncsiság is, hogy színház nélkül lehet-e élni, egy színésznek meg lehet-e élnie, az én lelkemnek ez milyen, és az is benne volt, hogy én valahogy közelebbnek érzem magamhoz a kamerát is. Érdekes, olyan rapszodikus a te időszakaidnak a sora, hogy mikor mit szeretsz jobban, hogy mi az, ami őszintébb, hogy manapság, amikor nagyon sok film készül nagyon rövid idő alatt, akkor varázslatokat lehet véghez vinni a vágóasztalon, de éppen ezért a játékot egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy meghamisítja, de hogy kevesebb az őszinte gesztus, mint esetleg színpadon, amikor az ott és most varázsa, az megteremti könnyebben a kémiát. Színészek között, színész és a nézőtér között. Hú, hát ez egy nagyon-nagyon hosszú téma, tehát kifejtésre tényleg több időt igényel, ugye én oktatok filmszínészetet is. Amit te magad se tanultál, van erre egyébként képzés? Tehát az egyetemi képzések, össze tudod vetni ugye a pozsonyi tanulmányaid kapcsán, hogy tanultatok filmszínészetet? Nem. És úgy tudom, hogy itt sem, most már itt is lesznek változások Magyarországon, de nálunk sem volt ilyen. Tehát ott egy ilyen egyetemes színészet oktatás van, de hát elsődlegesen ugye a színpadi színészetre fókuszálnak, mert a kamerát az soha nem említik. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy az igazi színész az a színpadi színész. Valaki azt gondolja, hogyha tudsz játszani színpadon, akkor tudsz játszani filmen, de közben ez nem így van. Tehát, hogy egészen más jelenlétet, jól mondod, jelenlétet igényel a filmbéli létezés, mint a színpadon való megmutatkozás. Látod, mennyivel egyszerűbb lenne Amerikában színésznek lenni, ahol jobban szakosodnak, ott is vannak átjárások, de ha valaki színpadi színész, akkor nagy szériákat játszik hosszú évekig, vannak a főleg filmre koncentrált színészek, de hát ott talán speciálisabb is a képzés, ott vannak filmes iskolák is. Itt Magyarországon, vagy ebben az európai kultúrkörben, itt a gyakorlat teszi a mestert. Igen, tehát ennek is megvan a szépsége, tehát én ezt imádtam, hogy én saját magamnak tapostam ki az utat, tehát senki nem magyarázta el tényleg azt, hogy milyen arányban kell léteznem, gesztikulálnom, testtel is, hogy milyen energiákat kell felhasználnom hozzá, tehát tényleg, hogy mit kell bekapcsolnom ahhoz, tehát hogy le kell abszolút a beszédem, tehát az artikulációmat is szűkíteni, tehát hogy egyáltalán nem tudsz úgy beszélni kamera előtt, mert minden soknak tűnik. Tehát, hogy én ezt nagyon-nagyon élveztem, mert így, tehát, hogyha valami nem sikerült, akkor magamat szapulhattam, nem kellett más, tudod? És ez tök jó, mert hogy állandóan figyelem magam épp azért, hogy rájöjjek bizonyos dolgokra, meg tudjam fejteni a kamerát, de hát ez egy nagyon misztikus dolog. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen szexuális kémia is alakul ki a jó esetben a kamera és a színész között.
Hát izgalmas területek felé megyünk, de egyébként annyira jó nézni a gesztusaidat, és jó volt nézni az elmúlt napokban nekem is, amikor láttalak téged Bodó Viktor rendezésében a Csoport című darabban, ami egy önterápiás csoport. Sokan vagytok a színpadon, és nem éreztem azt, hogy kimaradtak volna évek, hogy most láttalak tényleg először színpadon. Szóval, hogy olyan volt, mint tényleg egy nagy rutinnal közlekedő színpadi színész, és éppen ezért én ennek nagyon örültem, hogy ilyen jelenléttel vagy, ráadásul nagyon komoly, összetett női főhősnőt játszol, aki testképzavarokkal küzd, előjönnek szerepe szerint, mondatai szerint a szeplők. Mennyiben vagy te magad, mennyiben voltál elégedett a tinédzserkori tükörképeddel, mi az, amit bele lehetett építeni? Ugye ez egy nagyon különleges próba folyamat volt. A Viktor sem csinált még ilyet, és szerintem a csoporttársaim sem, én sem egyáltalán, tehát ez nem volt megírva ez a darab. Ezt mi írtuk meg, mi alkotók közösen, inspirálódtunk igaz történetek alapján, az improvizációkból is raktunk bele valamit, és persze, tehát, hogy mindenki választhatott magának valamilyen függést. Valaki tényleg merítkezett magából, hogy esetleg valamivel problémája van, és az egy hihetetlen őszinteséget kíván. Valakit pedig izgatott valami, mert hogy most lehet, hogy a világban nagy arányban megjelenik mondjuk valamilyen zavar. Én például azért is választottam a plasztikai korrekciós kezelések iránti vágyat, tehát a függőséget, mert hogy ez nagyon itt van, de ugyanakkor sokszor nem tudjuk azt, hogy mi van mögötte, és itt jövök a képbe, tehát mármint, hogy nem olyan szinten, hogy én most deformálódtam volna, de sokszor, amikor már tényleg zavar van, az azt jelenti, hogy a gyermekkorban történtek dolgok. Tehát ez lehet olyan is például egyrészt, hogy a családban, tehát a szülők által, vagy hozzátartozók általi, lehet fizikai bántalmazás, de lehet verbális bántalmazás is, vagy például olyan, és akkor jön persze ez az önkép és testképzavar. Most a szeplőimet én beleraktam, mert hogyha szerintem én ezt nem tudtam volna feldolgozni, ahogy feldolgoztam, meg ugye én ebből előnt is kovácsoltam magamnak. Hát hogy? Akkor lehet, hogy most nekem is például sokkal, tehát hogy nekem is zavarom lenne, vagy problémám lenne ezen a téren. Védjegyed is lett, de voltak azért gondjaid, előző beszélgetésünkkor mondtad, hogy mindenfajta krémekkel, púderekkel próbáltad álcázni, és aztán rájöttél, hogy tulajdonképpen teljesen felesleges. Tehát ez egy szexepil, ez egy sármja is lehet egy színésznek, amivel jól tud élni. Hát ha visszagondolunk a egyik filmes nagy elődre, Tarján Györgyire például, no, és hát a Kengurú című filmre, tehát az mennyire karakteres volt, és a mai napig előttünk van az ő arca. Hogyne, hát ugye minden, ami nem, tehát ami kitüremkedik egy kicsit a szokványostól, tehát az, hogy sima az arcot, ha nincsen rajta tulajdonképpen pötty, az olyan normális, ugye. És lesz valamiféle zavar, amit a testet produkál, és akkor ez érdekes lehet a kamera számára, és ez ugyanolyan, mint hogy valakinek van ugye ez a fogai között ez a rés. Ugye az is régen az volt, hogy úristen, be kell mindjárt tömni, abból is előn tudunk kovácsolni, vagy valakinek elálló nagy fülei annak. Tehát ez mind nagyon jó a filmszínészek számára. Szerencsére egyébként egyre több olyan fiatalt látok már, akár alternatív előadásokon is, akik valamitől szabálytalanok. A magasságuk, elálló fül, csálé fogak, és tulajdonképpen persze a külsőségekre fókuszál az ember 2-3 percig, de aztán annyira karakteressé és annyira markánsá teszi az alakítást magát, hogy a fene bánja, sőt, egy kifejezetten megjegyezhető ebben a nagyon széles felhozatalban, amit szerencsére a tehetséges fiatalok ma jelentenek. Hát, de egyébként jól mondod, hogy valahol az nagyon fontos az alkotók számára, akik ugye összeállítják a castingot, vagy a castot, tehát hogy ki fog, így mondjuk mi szakmailag, tehát a szereplőgárdát, hogy megegyezhető legyen, és ezt ők nagyon előtérbe is szokták helyezni. Nyilvánvalóan az egy alap dolog, hogy azon kívül, hogy megegyezhető, hogy ugye áramoljon belőle a tehetség és a képesség ugye a filmszínészetre, vagy erre a létezésre, de
hogy ezt sokszor mondják, olyan is van egyébként, aki nagyon megegyezhető, de kevésbé áramlik belőle valami. Igen. Tehát, hogy nem mindig egyenesen arányos igen, a történet. Igen. És az sem mindegy egyébként, és ott kezdődik egyébként egy ilyen szerepnek a felelőssége, hogy mi az, amire figyelmeztet bennünket, hogy ne feltétlenül higgyünk minden áron a divatlapoknak, azoknak a képeknek, azoknak a címlapoknak, amelyek próbálják elhitetni velünk a szépséget, mert az lehet egy manipulált szépség, a retusált szépség, yes, amikor nem tudod megállapítani a színésznőről, hogy ez most hány éves, 30 vagy 70, mert tulajdonképpen 30 évvel megfiatalítják még a természetes szépségű, szépkorú művészeket is. Tehát döbbenetes, hogy mit tud sugallani, és nem csak a divatlapok, hát kinyitjuk a közösségi médiát, akkor most Barbie fiúk, Barbie lányok köszönnek vissza, elkészíti mindenki a maga applikációját, hogy ő hogy néz neki Barbie fiúként, Barbie lányként. Ez most az elmúlt napoknak, az elmúlt 72 órának a divat hulláma például. De persze, hát egyébként ugye én nagyon lázadok már jó pár éve ez ellen, hogy amikor fotóznak, és ugye egy lap hasábjára raknak, vagy épp a kezdő oldalra, hogy ne retusáljanak. Tehát, hogyha mi nem vállaljuk be azt, hogy ilyenek vagyunk, mi, akik tényleg ott vagyunk a kirakatban, akkor ez nem fog előre mozdulni. Márpedig én személy szerint azt szeretném, hogy az emberek ne ijedjenek meg tőlem, amikor találkoznak egyrészt szemtől szembe velem, tehát, hogy fölismerjenek, és ne legyen benne, számomra lenne tudod szégyen, hogy én ilyen vagyok, és közben meg kivasoltatom magam, tudod? Tehát, hogy valahogy ez nem tartozik bele, egyrészt az én életfelfogásom, a másik pedig az, hogy nagyon-nagyon sokat kellene az öregségről is beszélni, hiszen ez az élet vele járója. Tehát, hogy olyan, mintha ez még mindig el lenne nyomva, bár most már egyre többet látsz azért olyat is, hogy tényleg most már idősebb, tehát, hogy korosabb művészeket is raknak tényleg a, hogy hívják ez a, azt mondtam, hogy címlap, igen, tehát hogy címlapra tudod, tehát hogy már van ilyen, de hogy még mindig nem eleget beszélünk, még mindig olyan, mintha nagyon nem számítanának, tudod, az idősebb társaink. Szóval én nagyon-nagyon szeretném, ha ez irányban is tudnánk mozdulni. Hát te most egyébként is amúgy is egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy változó korban, de egy átalakuló életritmusban vagy, amikor a Femme Fatale, a végzett asszony a szerepek után. Most már megtalálnak olyan filmek is elsősorban cseh és szlovák területen, ugye a háromlakiságodnak köszönhetően, amelyekben te már mama szerepeket játszol. Tehát óhatatlanul már az élet későbbi stációi is eljutnak hozzád, és átmosódnak rajtad egészen odáig, hogy amikor éppen költözöl, akkor már olyan közelségben, olyan természet közelségben legyél, ami mellett ki tudod mondani azt, hogy ó, de jó lenne majd elmenni egy nagy fa tövében. Szóval, hogy az elmúlás és a vége is ott van már a gondolataidban. De nekem nagyon régóta ott van. De nekem gyerekkorom óta, tehát, hogy bennem van. Sőt, ugye, amikor én ugye nagyon jó viszonyban vagyok a szüleimmel, és mindig is voltam, és ugye, de én ezt lehet, hogy említettem neked is talán, hogy bennem ott volt ugye 18 évesen, hogy annyira jó itt lenni, hogy nekem el kell mennem. Fülekről. Igen. Igen, el kell is, tehát, mert kell ez a leszakadás, az egészséges elszakadás. Mert ez is egy fejlődés, hogy tényleg az ember megtanul egymaga létezni a szülei nélkül, és majd ő is továbbadja azt, amit ő a szüleitől kapott. De hogy ehhez kell azt tényleg, hogy eltávolodjunk. Tehát, hogy ez a szeretet, ez a közelsége soha nem fog megszűnni. De mégis van hova vissza, tehát amikor jön, igen, egy covidos időszak, akkor vissza a Szlovákiába, az ősi rezidenciára, és ott lenni, és folyamatosan. Ugyan bőröndel és kényelmi szempontból nem mindig komfortos faktorral közlekedik az ember, leggyakrabban ugye bőröndel, válfákkal, pályaudvarokon látnak téged, hogy folyamatosan az úton levés, de azokban is milyen feltöltő energiák vannak, egy vonatút, egy meditáció, egy elcsendesedés, amiket te kifejezetten szeretsz, nem csak a természetben, hanem az úton levésben is. Igen, az nagyon jó, mert kicsit magadra is rá tudsz nézni, egy kicsit ilyen, tehát hogy ez a távolság,
távolság, ez azt is jelenti, hogy önmagamra is tudok picit ilyen távolságból nézni, meg az adott helyre, ahol én előtte léteztem, vagy eltöltöttem pár napot, és akkor bennem mindig van egy ilyen végigpörgetése, tehát hogy valahogy elszámolása ezeknek a napoknak, és ez nagyon jó, mert nagyon sok mindent el lehet engedni. De ugyanúgy például a forgatások után is nekem meg kell tisztulnom, mert nagyon sok minden tapad rám, tehát tényleg nagyon sok ember vesz körül, nagyon sokan vagyunk különféle energiákkal, különféle érzelmi hatások érnek, és ezt úgy le kell rázni, és ez például tényleg egy fatövében, a fák alatt, vagy egy ilyen mezei sétakor, sétaközben tudom tényleg elhagyni. Vagy most nemrég éppen Pasarétre költöztél, ahol télen is szólnak a madarak. Én meghökkenve tapasztaltam, hogy ha Kerekes Vicca megjelenik, oda decemberben is visszatérnek a madarak. De vannak is tényleg. Tehát, hogy én télen is sokszor nyitott ablaknál alszom. Pont azért, mert élvezem azt érezni, hogy van egyfajta ilyen szövetség a külső és a belső létezés között, nem csak mint emberben, ugye, tehát a külsőd és a belsőd kell, hogy rezonáljon, és akkor van egy harmónia, hanem ugyanúgy a te belső tered és a világ közt, tehát az állatok, a növények, ezek mind jeleket adnak és kommunikálnak felénk. Úgyhogy én nagyon vágyom mindig is arra, hogy érezzem őket, hogy ott vannak, ugye mókusok hada ugrál a fám előtt, és mindig teszek nekik kis magyarót. Most is például kitettem egy csomó diót, és akkor a madarak jönnek, és reggel arra ébredek, ilyeneket csinálnak, volt már a testvérem. Múltkor is mondja, Jézusom, úgy megijedtem, ilyen recsegő hang, mondom, hát ez az a... Aki sok thrilleren nevelkedik, és esetleg sok ilyen filmet néz, az elképzelhető. Igen. De hát nem elég neked ugye az, hogy három ország között ingázol, három nagy P betűs város között, ugye Pest, Prága, Pozsony, de hát országjárásban is vagy, részben munkából is kifolyólag. Nem olyan régen készült el például egy úti film, ahol te lakókocsival jártad be Magyarországot, ez a Cseh Közszolgálati Televíziónak a megkeresésére, és azt te is vezetted cseh nyelven, tehát a cseh nyelv koncentrációjával, sofőrként egy stábot is utaztatva, és nem tudom hány város között. Meglepetés volt neked Magyarország ilyen szempontból? Felfedezés? Hú, hát ez a meglepetések útja volt számomra minden szempontból, tényleg, tehát életem legnagyobb egyik legnagyobb feladata volt ez. Már az is, hogy ugye itt nagyon önmagadat kellett adni, én azt leginkább magyarul tudom. Ugye én arra számítottam, hogy már nagyon sokat fogok improvizálni is, meg ugye én fordítottam is, mert magyarul készítettem az interjú, a beszélgetéseket, és akkor utána én rögvest mondtam csehül a összekötő szöveget, nekik fordítottam pluszban, tehát nagyon nagy koncentráltságot igényelt nyelvi szempontból is, de ugyanakkor ugye ott volt az, hogy én nekem vezetnem is kellett, ugye nekem nincs kocsim, én most évek óta nem vezettem, és amikor beültettek egy ilyen bőm nagy autóba, és azt hiszem, ha jól számolom, összvisz, ilyen fél órát töltöttem előtt ebben a kocsiban. Ugye elvittek, hogy így menjek egy kis kört, hogy így akkor milyen, hogy érezzem az arányokat, stb. És igen, tehát én olyan helyeken jártam, és olyan dolgokat tudtam meg, amiket előtte sem nagyon. Mert ugye milyen az ember? Ebben az országban él, jó, megvannak a kis szokott útjai, helyei, valahova visszatér, de azt mondja, hát majd oda még úgy is eljutok. És soha többet szerintem ebből nem lesz semmi. Tehát nekem ezért nagyon jó volt az, hogy én is megismertem. Tehát, hogy ilyen kerek szemekkel figyeltem én is a helyszíneket, a történeteket. Tehát szívtam magamban nagyon. Érdekes, már említetted ezt a magyar nyelven megy a legkönnyebben, mert hogy te magyar nyelven álmodsz, magyar nyelven gondolkodsz, tehát, és ehhez képest pedig a munkanyelved a filmek tekintetében és a filmek számát tekintve, hogy közel 70 filmet alkottál, forgattál, hát ez elsősorban azért a cseh, illetve a szlovák. Tehát, hogy nem feltétlenül adná magát, hogy automatikusan a magyar jöjjön folyamatosan. De tudod, azért, mert hogy én magyar nyelven tudom megmutatni igazán, hogy ki vagyok én. Én egyik nyelvet sem tudom olyan
választékosan beszélni, vagy úgy olyan pici finomságokkal kifejezni az érzéseimet, mint magyarul. Ugye nekem nagyon-nagyon fontos amúgy is a nyelv, és a verbális megmutatkozás, vagy megnyilatkozás, mert szerintem ez is nagyon-nagyon pusztul a közegünkben, a világunkban, úgyhogy én erre külön hangsúlyt is fektetek, és ez a szlovákul soha nem jött úgy igazán. Ugye nekem a szlovák a második nyelvem, és csak utána jön a cseh. Tehát nekem azért volt ez még inkább ilyen óriási feladat, mert én nem tudok kapásból helyesen. Tehát beszélni csehül, mert automatikusan a szlovák jön. Egész, tehát ugye a ragozásom más, és tudod, amikor vagy már ott megy ez a gépezet, és akkor ott vannak egy pici változások, tudod. Tehát, hogy ez még óriási figyelmet igényel. Van azért legalább két olyan film a közelmúltból, ami úgy jobban megindíthatta volna, vagy megindíthatná a te magyar filmes jelenlétedet, az Apró mesék, amelyik mind a mai napig folyamatosan hozza a díjakat nemzetközi fesztiválokon, illetve a Hab. Nem tudom, hogy utána jött valami löket? Vagy ahogy Borbé Alexandra szokta mesélni a testről és lélekről után, hogy semmi. Tehát filmszakadás. Volt egy nagy nemzetközi megméretkezés, és utána az elfelejtkezés. Szóval ezt volt nehéz neki feldolgozni, de számodra jött utána nagyobb ígéret? Jajá, ez is bonyolultabb sokkal. Jöttek, volt is, amit nagyon-nagyon vártam, tényleg csodálatos film lett volna, de a rendezője az elhagyta Magyarországot, ugye közben jött a Covid is, bár Magyarország, tehát gyorsan akartam mondani, mindig változik a nemzeti filmalap. Igen. Szintén támogatta valamilyen összeggel, de ez végül nem jött össze. Hát ez így szokott lenni, és általában igen. A harmadik körben, amikor elvérzik. Igen, és ez a másik, ugye, tehát hogy voltak megkereséseim is, de én nem szerettem volna részt venni például. Tehát volt egy ilyen nagy film, amiben például én nem tudtam volna elképzelni, hogy ott vagyok. Ahol lehetett volna pénzparipa, fegyver, de minden esetleg... hírnév, hogy igen, ne? De igen. Esetleg, hát igen, szóval ilyenkor ez dilemma is, hogy mit vállalhat el egy színész, hogy adott esetben jó pénz, jó gázsi, de adni valamilyen produkcióhoz a nevedet, amiben hát azért megjelenik egyfajta ideológia, és akkor hát most valóban látunk kurzusfilmeket, kurzusrendezőket, kurzusproducereket, illetve látunk hát éhkoppon maradó független filmeseket, akik így úgy próbálnak low budgetben, nulla forintért elkészíteni, vagy külföldi támogatásokat. Reisz Gábor példája, aki éppen most a szlovák filmalaptól szerzett annyi pénzt, hogy elkészítse a filmjét, és hogy nem, de a Velencei Filmfesztiválon fog bemutatkozni. Tehát igen, ez mind a mi filmünk, ugye a Bezsnás Szelhányi, Hétköznapi kudarcok, de egyébként abban magyar rész is van. Alaukon film támogatta, ugyanúgy, mint szerintem a Reisz Gábornak. Ott nincsenek ők benne? Azt lehet, hogy ott... Szlovák film alapján. Igen, de nincsen valamilyen szinten magyar beszállás, mert minket sem, a Hétköznapi kudarcokat sem támogatta, de Alaukon film igen, mert ez igazából olasz, csehszlovák és magyar volt. És persze ilyenkor, amikor a Velencei, mert mi is nyertünk díjat, ugye? Ő megnyerte a Grosen Krisztina a legjobb rendeződíját a kategóriában, és akkor hirtelen fú, lett egy magyar film, ami tényleg még ehhez hozzátartozik, hogy én magamról szeretek beszélni, én nem tudom leválasztani magam az itt lévő történésekről, tehát, hogy ami most itt zajlik. Tehát én nem tudom függetleníteni magam, amikor látok például egy producert, aki habzuszájjal beszél nagyon valami mellett, és akkor bennem az van, hogy most én ennek a produkciónak részese leszek, és ez azt jelenti, hogy én kezet fogok ezzel a producerrel is. Nekem, tehát ugye a lelkiismeret nem visz rá. De én például, tehát más nem tudok elítélni azért, mert nem tudom azt, hogy tényleg ő milyen megfontolásból vállalta ezt el. Én magamért tudok felelősséget vállalni, és nekem ez nem megy, és főleg azért nem megy, mert én hihetetlen igazságtalannak érzem, hogy tényleg van egy
Ildikónk, ugye Enyedink, igen. Van egy Hajdúszabolcsunk, van egy Mundrucunk, van egy Fligalfunk, van Szász Jánosunk, van Kostyál Márkunk, igen. Van Reisz Gáborunk, és most még sorolhatnám, igen. Hát Török Feri, igen. És ezek az emberek, tehát hogy azt azért nekem senki nem mondja, hogy egyetlen egy olyan filmtervet sem nyújtottak be, ami rossz, tehát hogy ami jó lett volna, tehát hogy nem hiszem, hogy mindegyik csapnivaló volt, hogy azokat el kellett volna utasítani, és ezek az emberek bizonyították, tehát itt ezzel van a legnagyobb probléma, amit ők nem látnak be, hogy itt a milliárdokat dobálják, de ezt te nagyon jól tudod, mert erről beszélgettetek is, hogy tényleg az van, hogy ilyen építkezés zajlik, és amikor már tényleg az van, hogy már a külföld is felfigyelt rá, tényleg az van, hogy díjakat is kaptál, bár a díjak is egy dolog, de amikor már tényleg többszörösen bizonyítottál, és tényleg van helyed, akkor ezeknek az embereknek egyszerűen kell adni újból és újból lehetőséget. És ezek nincsenek, mint hogy tényleg, tehát hogy nem is léteztek volna soha nekem most ez az érzetem. Hát egy új generációt akarnak felépíteni, és ezekbe a középgeneráció, és ez a médiára is vonatkozik, tehát a 40 pluszosok éppen azért nem számítanak, mert van összehasonlítási alapjuk, hogy ki mit képviselt, milyen ideológiákat, és esetleg mi kellemetlenek vagyunk, mert egy tükröt jelentünk a mostani politikai kurzusnak, hogy ho-ho, hát tudom, hogy te ki vagy. Na de hát legalább a minőség meg lenne, tehát legyen az bármilyen politikai kurzus képviseletében, de hát a minőség nem jelenik meg, tehát ez a probléma. És hát ugye, amire én mindig is büszke voltam, és ezt mondtam határon túl is, hogy ugye én imádom a magyar filmgyártást és az alkotókat, mert vannak alkotói filmek, tehát hogy a rendezők maguk is írják a forgatókönyvet, nem csak teljesítenek. És most mondhatok valakit például Fligalf vagy Mundrucó, őt lehet nem szeretni, de hát ők nagyon valamilyenek, és ez igen. A nagyon jó, hogy a magyarok mindig is tudtak valamilyenek lenni, nem csak úgy, hát úgy voltunk, vagy teljesítünk, mint ahogy mondott, hogy jó, szerzünk egy ilyen másodrangú rendezőt, és akkor majd ő nekünk leforgatja, mert igazából tulajdonképpen nincs is véleménye semmiről, meg a dolgokról, ugye? És ezt a szlovákok is, meg a csehek is hihetetlenül díjazták, hogy ilyen bátrak a magyarok, és hogy ilyen újítók, formabontóak tudnak lenni. És most, ugye? És most mi van? Te mondtad ki tulajdonképpen a kulcsot, hogy valamilyenek, a valamilyeneket nem szeretik, a karaktereseket nem szeretik, a határozottakat nem szeretik, te pedig szintén ez a nagyon határozott egyéniség vagy, aki nem csak művészeti kérdésekben szól és formál vélemény, de hogy mi zajlik körülöttünk, hogy milyen klímában élünk. Szóval, és kapsz is sorozásokat, tehát a komment... Igen, tehát amiket én kommentben olvasok, hogy amikor éppenséggel a mostani kormányzat orosz politikája előttünk van, Putyinhoz való viszonyuk, majd aztán mindezt átfordítják úgy, hogy ők békepártiak, és megjelenik a plakátokon azok, hogy kik is a háború ellenesek, és a háború pártiak, akkor megjelenik markánsan a te véleményed, hogy ébredezzünk már a Csipke Rózsika álmunkból. Igen, mert hogy nekem az nagyon gyanús, ha valaki azt mondja, hogy én békepárti vagyok. Nekem pont, hogy ez a gyanús mindig, hogy akkor ez hogy is van valójában, hogyha én sokat kell hangoztatnom, hogy én nagyon jó ember vagyok. Zoli, én nagyon jó. Figyelj, én úgy szeretek, mint senki más, tudod? A többiek, azok, hát Jézus Isten, azok milyen gonosz emberek. Tehát ez az egyik dolog, ugye? És a másik meg az, hogy ezt már látják, tudod, én nagyon sokat vagyok Szlovákiában, meg Csehországban is, és elképesztő, hogy mennyire kirajzolódik a magyar helyzet. Tehát, hogy... Szégyen ott is egyébként bemutatkozni, úgyhogy magyar vagyok, vagy Budapestről érkeztem? Mert ez... Európában és a világban is, hát egyre kevésbé számít márkának, sőt. Szóval kinézik az embert, vagy van egy fintor,
Hát az van, igen, hogy mindjárt legyintenek egyrészt, hogy Jézus Isten, tehát, hogy hát sajnálunk, meg sajnálunk benneteket, akik ugye nem akarják ezt, de hogy ez már nagyon ott van, és az emberek követik is, szemmel követik ezt most már, míg az is, aki nem szeretne ugye ezzel foglalkozni, az is látja, hallja, és érzi, hogy mi van. De ugye vannak azok, ugye Szlovákiában is, akiknek mármint a politikai szférában, tehát mondjuk én úgy kezdem a napjaimat, a tükör előtt, ugye, amikor ébredezem, hogy én mindig beteszek valamilyen podcastot, vagy műsort, amikor elemeznek emberkék, ugye beszélgetnek egymással. Ugyanúgy a szlovák szinteret is hallgatom, és ugye ott például nagyon-nagyon tetszik az, amit Orbán csinál például egyes szlovák politikusoknak. Tehát szinte ilyen példaként is tekintenek rá, és hogyha ők most nyernek, ugye ott most választások lesznek, előrehozott választások, akkor sok mindent szeretnének átmenteni például. Úgyhogy ez van, hogy amit még el szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy számomra az a hihetetlen, amikor azt mondják, hogy te színésznő vagy, te ne politizálj. Igen. Csak hogy ők elfelejtik, hogy ugye a politika ez nem egy ilyen önálló szervként működő, hanem az a mi szerves részünk, az életünknek a szerves része. Tehát a politikának belülünk kellene nyílnia, és minket hozzánk kellene visszacsatolódnia. Tehát, hogy ugye most mondhatnám azt is, hogy minket kéne szolgálnia mindenkinek, aki úgymond ugye politikusként van titulálva. És ez rólunk szól, tehát hogy ez az én társadalmam, tehát biztos nem fogok most a vízgazdálkodásról megnyilatkozni, de nagyon sok mindent látok, morális, etikai kérdéseket, ami az életem része, és igenis nekem jogom van ahhoz, hogy én elmondjam a véleményem úgy, mint neked is, mert választok, ugye? És amikor ennyire belejön éppen a politika a kulturális területbe, tehát amikor színházakat, alternatívokat függetlenítenek, lehetetlenítenek el a független társulatokat, vagy amikor lefóliáznak könyveket, akkor tulajdonképpen a politika szüremkedik be többek között a kultúrába hát is. Hát hogy lehet, nem adnak szabad teret annak, hogy alkossunk, hogy legyen ilyen is, meg legyen olyan is. Ugye erről van szó, amikor azt érzed, hogy szankcionálva vagy, ugye, mint alkotó, akkor miről beszélünk, ugye, ugye érzed azt, hogy bilincsben vagy, hogy nincs az a szabad létezés, ami a művészetnek pedig az alap eleme és feltétele is. Ugye ez azért van, hogy egyrészt, hogy reflektáljunk arra, ami zajlik ugye ott a magas szinteken, meg körülöttünk. Hát reflektálsz, mert egyébként amikor például nyomsz egy entert egy olyan mondat után, hogy ne akarjuk, hogy holnap Putyin csókjára ébredjünk, Orbán orosz politikája és Putyin barátsága kapcsán, akkor utána elindul a komment cunami, és akkor az ember úgy eltöpreng, hogy úristen, most akkor merre lépjek, vagy szóval, hogy hogyan kezeled ezeket a részben trollokat, részben személyeskedéseket? Persze, tehát hogyha már személyeskedés van, akkor az már tulajdonképpen nekem nem is fáj. Mert ugye ilyenkor a legegyszerűbb bántani. Tehát én, amikor elmondok valamilyen kritikát, hogy megfogalmazok, én azt soha nem úgy teszem, hogy Orbán, tehát hogy én arról beszélek, arról a jelenségről, ami van, de én nem mondom azt, hogy kis Jakab, aki a szomszédomban él, és hogy ő milyen, ő hogy viselkedik. Én azt várom ilyenkor, hogy kezdjünk intelligens emberek módjára erről beszélni. Ugyanúgy például Szlovákiában is van most egy magyar politikus, aki ugye szintén előszeretettel vesz át Magyarországról példákat ugye az apa férfi, az anya nő, vagy például az, hogy az ember vagy csak urológushoz, vagy nőgyógyászhoz jár, a többi megkezeltesse magát a pszichiátrián. Ja. Ugye? Szóval amikor ez egy a magyar koalíciónak az egyik embere ilyeneket mond, akkor én nem tudok e felett csak úgy elmenni, ugye? Tehát, hogy
hogy ebben a pillanatban engem azt sem érdekel, hogy én velem mi lesz, meg hogy majd tényleg kifeszítenek, mert hogy én azt várom el, főleg egy politikustól, hogy erről beszéljünk, de hogy én nem bírom ezeket a kinyilatkoztatásokat, tudod? Főleg egy politikus, ha ez probléma, és persze most probléma, mert élesen vannak egymással, vagy állnak egymással, ugye, nézetek, erről beszéljünk, legyenek fórumok, konferenciákat, nézzük meg azt, hogy mi a jó, miért nem jó. De hogy ez nem megoldás, mert ez uszítás. És én az egész magyarországi politikában itt látom a legnagyobb veszélyt, hogy ők mondják, hogy békepártiak, de uszítanak, mert nekünk félnünk kell. Mi, ugye, mert mi félünk mindenkitől, a betolakodóktól, a menekültektől, ugye az Európai Uniótól, a szankcióktól, ugye. És akkor itt van a Csipke Rózsika álom, hogy gyakorlatilag egy ilyen hibernált állapotban mindenki a maga szűk kalickájában próbál túlélni, hogy majd csak egyszer ennek vége lesz, majd csak egyszer valaki jön, valaki fölszabadít, megszabadít bennünket, addig hát pedig szépen csöndben elsunnyogunk, vagy próbálunk napirendre térni e fölött, vagy tovább lapozni. De hát éppen jönnek a markáns vélemények, és tényleg az őszinte helyzeti elemzések, amitől nagyon sokan éppen amiatt félnek, hogy hát akkor lesz-e munkám, nem esek el valamitől, megkapok-e egy szerepet, meghívnak-e még esetleg egy filmfesztiválra, szóval van veszíteni való, vagy éppen a többlakiság ad egy olyasfajta lehetőséget, hogyha itt Magyarországon egy kicsit szűkebb a terep, vagy nagyon szűk a lehetőség, akkor Szlovákia és Csehország még mindig ott van, és akkor folytatom tovább. Persze, ez is ott van, tehát nyilván azért ebből a szempontból nekem más a helyzet, de én nem tudom visszatartani magam, mert hogy ez feszít. Aha. És nem az van, hogy most én minden áron megszólalok, és szerkesztőségeket keresek föl, és írok nekik, hogy most szeretnék beszélni, hanem amikor te például felkérsz egy táncra, és akkor gyere, beszélgessünk. És én ugyanúgy például szívesen elmennék ugyanígy hogyan gondolkozó emberekkel is beszélni. Tehát, hogy tudjunk végre tényleg kommunikálni. Egy asztalnál, ami nagyon nem működik a párbeszéd szintjén sem. Hát, tehát legalább ütközések és érvek csatái lennének, de ezek sem. Vagy igen, nagyon személyeskedőek, és ezeket pedig itt a Facebook huszárok intézik el. Igen, ezek a személyeskedések, de én ezt nagyon, nagyon gyenge dolognak tartom, amikor valaki ezt húzza ki. Igen. Ellened is főleg. A másik meg az, hogy ugye sokszor, amikor én valamit vagy valamit mondok, vagy tényleg leírok, akkor az nem csak az van, hogy én az egyik oldalt olvasom. Én ugyanúgy nézem már, tehát hogy ugyanúgy nézem a kormánypárti oldalt is, a liberális oldalt is, ugyanúgy nézem, hogy a Szlovákiában nézem, hogy európai történéseket, és én saját magam, és én ezt hiányolom, hogy itt sokan beállnak valaki mögé, és ez meg a másik, hogy ugye, amit suliba is kéne tanítani, hogy konstruktív gondolkodás, hogy én magam most mi is van tulajdonképpen, mert persze, hogy össze lehet zavarodni. Igen. De hát azért vannak az agytekervényeink egyrészt, hogy abból, ugye, hogy ezt használjuk, és abból én ezt gondolom, de hogy én előszeretettel hallgatok meg nálamnál okosabb embereket is, és ez a másik, hogy ugye ki az, akit szívesen meghallgatunk. Hát vannak tényleg olyan filozófusok, hogy vannak tényleg olyan Magyarországon is írók, költők, ugye, szociológusok, újságírók, akiket, tehát hogy én tényleg kerek tág szemekkel figyelek, és hallgatom őket, mert hogy csodálatos, amiket mondanak, és van mögöttük teljesítmény, és itt megint ez a másik. Igen. Ki mögött van teljesítmény. És ugye? Van bennük empátia és együttérzés. Ez a két kulcs, amit te is például a Lumière Filmakadémián tanítasz, és nagyon-nagyon bölcsen, tehát már ideje korán is sokat bölcsültél, vagy nagyon bölcsen láttad a világot, olyannyira, hogy édesanyád sokszor meg is fogalmazta, hogy olyan vagy, mint egy anyóka, egy jó szívű öreg asszony, aki az erdőben él és mindenkinek segít. Tehát, hogy ez egyfajta jobbító szándék a világon is, a világ bajaival szemben is. Ehhez viszont kell egy karakánság és egy nemetmondás képessége. Gyakran mondasz nemet. Egyre többet. Igen. Megéri? Nekem nagy megkönnyebbülés.
Na, én ezt nem, tehát nálam nem, ez nem egy ilyen, tehát én nem vagyok erre büszke, hogy most én, vagy hogy is mondják, hogy nem csinálok ebből rendszerességet. Mire mondasz, milyen típusú munkákra mondasz nemet? Lehettél volna például állarcos énekes is. Na, ilyenekre például is lehettem, mert engem felkértek, csak nem ebben az országban. A tánc az közel áll hozzád, tudom, hogy néptáncos gyökereid vannak, igen. Az éneklés. Ott megkaptad, hogy nem is kell énekelni, majd felhúzzuk a potmétert, vagy torzítunk van. Rajta valamit. Igen, igen. Ez Szlovákiában volt, nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, de igen, de hogy mondták, hogy persze mindennek fogunk tenni, hogy te jól érezd magad. Ugye én most a mostani énem szerint tudok reflektálni erre a kérdésre. Én most olyan dolgokban tudok csak részt venni, amiben érzek értéket, ami előbbre viszi az embert, gondolkodás, érzés, együttérzés, empátia. A nézőket empátia. Is, vagy téged, mint a néző, hát elsősorban a nézőket, igen. Igen, tehát nem, tehát hogy valahogy ez a szórakoztatás, az nekem nagyon nem megy most. Most ebben a fázisomban azt érzem, hogy egyrészt már csináltam olyan dolgokat is, amiknek csupán szórakoztatás volt a célja, de hát azzal sincs baj, mert én is szeretek nézni tényleg terméseket, amiben ez van, mert ez is kell, hogy kicsit oldódni tudjunk. De hát szórakoztatni is lehet ugye okosan annak, hogy ugye... Hát reneszánsz van most egyébként a napi sorozatoknak, a heti sorozatoknak. Vannak egyébként közöttük idehaza értékesek is, és olyan művészeket látunk, kiváló művészeket. Hozzáteszem, hogy alakításban sem utolsóak, bár én azt érzem, hogy az első két széria még úgy, ahogy megy kreativitással, a harmadik, negyedik, pláne a későbbi szériáknál már jön a kiégés, jön a mókuskerék, a belefáradás. Tehát, hogy ezt is nagyon jól látod. Nehéz kiszállni belőle. Nagyon jól érzékeled, jól látod. Mondjuk én itt is ugye a szlovák filmgyártást látom jobban, meg a sorozat szempontjából is. Ott ugye én nem tudom, hogy itt hogy forgatnak, hogy mennyi jelenet van egy nap. De nagyon sok. Tehát mesélik itt nekem színészek, hogy egy nap 40 oldalt kell beblattolni. Egy másfajta memorizálási módszer, ami kiégeti nem csak a színészeket, de az írókat is. De várjunk minőséget. Tehát tényleg, most így, tehát ez a robotika. Tehát tényleg tulajdonképpen eljutunk oda, hogy nem lesz tényleg színészre szükség, mert csak mesterséges intelligenciával majd nyomnak egy gombot. Csak pörgetik, persze. És hogy most itt mi a tét, és mi a lényeg egyrészt. Én nagyon nem szeretem, amikor sok televízió azzal takarózik, hogy hát ezt forgatjuk, meg ilyen sorozatokat írunk, mert ezt akarják az emberek. De hát ezek az emberek miért akarják ezt, mert egyszer rá lettek szoktatva. Tehát megmutattuk nekik az utat, hogy itt van ez, ők rá, ugye ez is a függés, tehát ugye függés, hogy ezt mutattuk meg. Nem kell gondolkoznod, elég, hogyha csak így felteszed a lábad, kibontod a kis chipsedet, kis söröcskével, vagy bármival, és akkor csak ott úgy lazulsz, tudod? És persze ez a függés, utána a hiába szeretnél már mást is, vagy új utakon járni, nagyon nehezen megy az átszoktatás, ugye? Tehát, hogy ez a másik dolog, és például Szlovákiában nagyon-nagyon-nagyon jól keresnek a sorozatszínészek. És ott meg mi van? Ott meg megint az a színész oldala, hogy ő meg ráfügg ugye a pénzre. Tehát függő viszonyba válik, és erre, tehát, hogy az megvehet egy csomó mindent, befektethet, tudja, hogy majd még kap, és már ott van az, hogy nem engedhetem, ereszthetem el ezt a kincses ládát, mert hogy ez nekem kell. Tehát, hogy én nem csak azt mondom, hogy a rendezők, a tévék, a forgatókönyvírók hibája ez, de ugyanúgy a színészek hibája is. Hát mindig azt mondom, hogy mi szükségeltetik neked az élethez, tudod? És akkor, tehát én mindig ilyen kérdéseket adok, és az alapján, hogyha én ilyen nyugodt vagyok, és nincs bennem diszonancia, akkor el tudok indulni abba az irányba, de mihelyest van egy ilyen hamiskás dolog, már érzem, hogy ott már én is mismásolok. És jók a radarjaid a hamiskásság felfedezésére? Magammal szemben, igen. Hát óriási. Másokkal szemben, hogy esetleg ők valami fajta becsali módon, vagy torz produkcióval jelentkeznek, vagy ebből rosszul ki. Jók a megérzéseid? Ez is nehéz, mert szeretek viszont esélyt adni. Uh-huh. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy én egy mindentudó vagyok, és hogy ismerek mindenkit, hogy én szeretem megtapasztalni őt egyszer-kétszer,
akkor már lehet, hogy van valami érzésem vele kapcsolatban, és én mindig azt a fajta kémiát nézem, hogy például tudok-e együttműködni vele, mert ez alkotói folyamatban ez nagyon fontos. Én már például egy termék miatt, és most mondjuk azt, mert mi is ugye kibocsájtunk magunkból ilyet, ugye, a produktumot, már nem... Szolgáltató vagy. Szolgáltató vagyok, igen. Én már nem szeretnék megfeszülni, és nem szeretnék erőszakot szenvedni. Mert azt gondolom, hogy egyrészt jó, ez az én munkám is, de nagyon fontos az, hogy tudunk kapcsolódni az illetővel. És ha mi nem gondolunk, vagy nem járunk egy utat, vagy nem nincsenek ezek a hullámok, ezek a rezgések, akkor én nagyon nem tudok létezni, és akkor mindig megbánom. Nagyon nehéz, akkor így produkcióról produkcióra, tulajdonképpen azok az ideák, amiről most mi beszélünk, az egy 30-40 évvel ezelőtti ideális kőszínházi keret lenne, ahol tudod, hogy kikben bízol, kik a partnerek, hová szerződsz, akik valóban egy csapatként működnek, de produkcióról produkcióra mindig megteremteni ezt a bizalmi viszonyt, ez egyre nehezebb, mint ahogyan a társadalom is bennünket és a környezetünkben lévő frusztráció azért hát roncsol, rombol bennünket. Igen, de például engem nagyon sokat edzett az, hogy nem tudhattam, hogy mi lesz a következő helyszín, milyenek lesznek az emberek. Tehát valahogy én mindig menekültem a biztos elől. Mert hogy az olyan biztos, az olyan jó, ez olyan, mint egy kis dunyha, tudod, amiben úgy elhelyezkedsz, és ki se kell menned, mert olyan jó, meleg, az akol melege. És mindig az volt bennem, hogy próbára kell tennem magam is. Meg a másrészt, és hogy be kell fogadnom, új impulzusok kell, hogy érjenek. Tehát, hogy valahogy én a növekedést belülről, tehát, hogy már, hogy ember, ugye, ember tekintetében is, meg magam tekintetében is, csak úgy tudom, hogyha kiteszem magam, tudod. Tehát, hogyha odaállok csupaszan, és most, hogy érjen, és akkor ebből én is megtanulom magam, és fedezem föl magam. Tehát, hogy nekem ez a bizonytalan lét, ez sokkal nagyobb biztonságot ad utána, mert hogy már annyi mindenen átestem, és annyi minden volt velem, és tényleg voltak mélységek is, de hogy itt vagyok. Ez olyan is, amit mindig mondom, hogy én arról is beszélek, hogy mik a gyengéim, vagy mert hogy utána már nem tudnak rajtam fogást találni. Mert hogyha mindig tudod, hogyha azt, hogy titokban tartom, vagy nagyon védelmezem magam, akkor csak egy valaki kell, tudod, aki észreveszi, és megpiszkálja, és az, hogy tud fájni. És őszinte hivatás is ez, őszintének kell lennie. Ezt látom egyébként a te tekinteteden, meg a színészi jelenléteden, szerencsére most már színpadon is, Bodó Viktorral, meg hát meg annyi filmben. Én kívánom, hogy mindig járd a helyes utat, hogy mi a helyes, az persze mindig nagyon, mindig nagyon, hát hogy is mondjam, vagylagos, de járd tényleg ezt az őszinte utat, és nagyon örültem, hogy eljöttél. Ennyi volt. Nem megyek sehova. Ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm. Kerekes Vica volt itt az ötös vendége. Megtiszteltetés. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én pedig kívánom, hogy ti is még virágozzatok, mert én nagyon hiszek ezekben az interakciókban az, hogy így tudunk létezni, és így beszélgetni a körülöttünk lévő dolgokról. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.